Nem akarok rendezői önmegvalósulásokat látni. Nekem érzelem, történet és katarzis kell. Ez mai vendégünk, színházi krédója, akire íróként, rendezőként és kultúraszervezőként is egyaránt illik a gondolkodó magyar jelző. Lássuk, hogy kivel várjuk Önöket az Ez itt a kérdés portréban. Játszhatta kétszer is Shakespeare Lear királyában a bolondot. Szigeti Gábor, Kossuth Díjas színház és irodalomtörténész, író, rendező, egyetemi tanár. Az érettségit követően 2 évig díszletmunkás volt a Víg Színházban, majd az irodalmi színpadon. Fontos lenne, hogy frissebb. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán magyar népművelés szakon szerzett diplomát 1967-ben. 1966-tól bő egy évtizeden át a Magyar Színháztudományi Intézetben olasz lektorként és tudományos munkatársként dolgozott. Magyar színjátszást. 1971-től 4 éven át a Kritika című folyóirat főszerkesztő helyetteseként elsősorban színházi kritikákat írt. 1972-től 1993-ig magyar irodalomtörténetet és színháztörténetet tanított az ELTE felvilágosodás és reformkori magyar irodalomtörténeti tanszékén. És én akkor előadást tartottam, ilyen egyetemi előadást. 1990-ben részt vett a Veszprémi Egyetem színháztudományi tanszékének megalapításában, ahol később tanított is. 1993-tól 6 évadon keresztül a Veszprémi Petőfi Színházban, majd a Győri Nemzeti Színházban rendezett. 2000-től tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és tanít a Színház és Filmművészeti Egyetemen. 1968 óta közel 5000 tanulmánya, cikke és egyéb írása jelent meg különböző folyóiratokban. A dicső múltról. 1981 és 1989 között írta és szerkesztette a Gondolkodó Magyarok művelődéstörténeti sorozat 56 kötetét. Könyvet írt több jeles színészről, így Dajka Margitról, Szendrő Józsefről, Kállai Ferencről, Besenyei Ferencről, Latinovics Zoltánról és Rutka Éváról. Számos tanulmánykötete jelent meg a reformkori és a 20. századi irodalomról és történelemről. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Szigeti Gábort, és ez a bizonyos kezdő gondolat, amit egy interjúból kölcsönöztem, amely ugye úgy szólt, hogy nem akar rendezői önmegvalósulásokat látni, az kicsit kiegészítve a további gondolataival, úgy szólt egész pontosan, hogy ezért a 90%-a a színházi előadásoknak érdektelen a számára, és elszomorítja, hogy a színészek világítási felületekké váltak. Azon gondolkodtam, hogy valakinek, aki olyan sok színésznagysággal került kapcsolatba, úgy a munkája kapcsán, mint a magánélete kapcsán, köztük Rutka Évát, Latinovics Zoltánt, Gábor Miklóst említhetném, és még nagyon sokakat, annak milyen érzés lehet látni azt, hogy a színészek világítási felületté válnak? Reaktiválódtam, és 10 év után újra tanítok a Színművészeti Egyetemen. És kérdezte valamelyik hallgató éppen tegnap előtt délelőtt, hogy láttam-e a Rómeó és Júliát a Nemzeti Színházban. És mondtam, hogy álljunk meg. Még nem, de azt speciál meg szeretném nézni. De tőlem ne kérdezzenek mai előadásokra vonatkozó véleményt, 2 okból. Részben, mert nagyon keveset járok színházba, a másik, én nem akarom őket befolyásolni. Tudnélik, nekem nagyon rossz véleményem van az jelenlegi világszínházról. De az az én ízlésem, és én egy másfajta színházon nőttem fel. De én azt is tudom, hogy volt olyan színházi korszak, mondjuk a Commedia dell'arte, amikor nem volt író. És a színészen múlott minden. Tehát az, hogy most olyan koncepció állít, az a színház, hogy a rendező önmegvalósul, hát most ilyen akkor, de nem csak a színház ilyen, hát a politikusok is folyton önmegvalósulnak, ahelyett, hogy szolgálnák az országot. Tehát most ez egy ilyen exhibicionista, minden nekem című korszak, ahol a színházban is ez érvényesül, tehát én nem szeretek színházba járni, annyi jó könyv van, annyi jó irodalmi mű van, annyi kedves ember van, aki lehet értelmesen, okosan beszélgetni, és maga a tanítás is egy öröm számomra, most újra 10 év után, hogy látok 20 éveseket, kicsit nehéz a 60 év különbséget áthidalni köztünk, de izgalmas nézni, hogy ők hogy látják ma a világot. Jó, ezt most nagyon higgadtan, majdhogy nem sztoikus nyugalommal fogalmazta meg, de nem dühíti?
már nem az én dolgom dühöngeni. Már nem az én dolgom. Volt idő, amikor dühöngtem, volt idő, amikor a világot akartam megváltani. Egy 80 éves ember ne ezzel foglalkozzon, egy 80 éves ember próbáljon bölcs lenni, higgadt lenni. Én igyekszem azzal foglalkozni, ami engem most érdekel, két könyvet írok egyszerre, és élvezem a tanítást. Azokról a könyvekről még beszéljünk, de azért még feszegetném a témát annyiban, hogy azt is mondta, hogy a színház az ön szemére nem csak esztétikai és szakmai kérdés, hanem etikai kérdés is. Hisz abban, hogy a színház változtathat rajtunk? Azért kérdezem, mert abban én is hiszek, hogy mindenképpen elgondolkodtathat minden valamire való előadás, de változtathat is rajtunk. És ezért olyan fontos, hogy ez etikai kérdés is legyen? Nem a színház etikai kérdés, minden cselekvés etikai kérdés. Tehát nem csak a színház tud rajtunk változtatni, egy verses kötet is tud, egy rádióadás is, egy televíziós adás is. Minden az a kérdés, hogy milyen az a színház, milyen az a könyv, stb. Tehát minden etikai kérdés, mert ma például bizonyos tévéadások romboló hatással hatnak az emberekre, akik esetleg ezt észre sem veszik. Nem a színház, ráadásul azért az én életemnek csak az egyik területe volt a színház, és nem is a meghatározó terület. Tehát az írás, a tanítás az sokkal fontosabb volt. Végül is én azért lettem 50 éves koromban rendező, mert Major Tamás nem vett föl 22 éves koromban rendezőnek, és 50 éves koromban, amikor meguntam az egyetemet abban a formájában, ahogy már rutinosan csináltam, gondoltam, hogy emelyek 50 éves koromban is rendező leszek egy darabig. De a színház is csak egy terület az életemben, hiszen alapvetően én, hogy mondjam, ha valamihez értek rendesen, és a szakmám az a tanárság és a reformkori magyar irodalom. Hogy hogyan szeretett bele a reformkori magyar irodalomba, arról majd még beszélgessünk, de ha már említette Major Tamást és 22 éves korát, menjünk egy picit még előbbre. Ugye az osztályából talán ön volt az egyetlen, aki nem ment rögtön egyetemre, hanem elment a Vígszínházba, méghozzá díszletépítőnek, díszletépítő munkásnak. Miért alakult ez így? Miért volt fontos bekerülni abba a közegbe? Hát nyilván addigra már imádta a színházat, és folyamatosan, ha csak tehette, előadásokat nézett. De mi volt ennek az eredménye? Nagyon egyszerű dolog. Ugye egy borzasztó erős osztályban érettségiztem, az Apáczai Csere János gimnáziumban, ahol ráadásul ugye én oda tantestületi rovóval kerültem a harmadik osztály közepén, tehát két gimnáziumban József is jártam. József Attila volt előtte. A József Attilában jártam előtte. Egy nagyon erős osztály, 30-an voltunk, 30 diplomás ember végzett, 15 orvos volt az osztályban, van még az osztályból. Én meg akartam tanulni a szakmát. Én elmentem a színházba, mindenki tudta, hogy a Szigeti a buzgó mócsink, tehát minden munkát rám lehetett bízni. Ameddig díszletmunkás voltam hivatalosan, de ha már kész volt a díszlet, és a többiek elmentek a kocsmába, akkor én beálltam bútorozni, amikor kész volt segítettem a bútorosoknak, segítettem a kellékeseknek, aztán segítettem az ügyelőnek, aztán mentem statisztálni. Tehát én meg akartam tanulni a színházat, és ez számomra végtelenül hasznos volt, mert amikor aztán rendező lettem 50 évesen, és az első díszletállító próbán az egyik díszítő mondta, hogy rendező úr, azt nem lehet. És mondtam, hogy Csanta úr, miért nem lehet? Hát mert az fejnehéz fal egy méterre, és akkor én megfogtam a díszletfalat, és fölraktam egy méter magasra. Saját kezüleg? Persze. Hát az egy technika, hogy kell egy ilyen 6 méter magas falat fölrakni valahová. És akkor addig rendezőr voltam és magázott, most itt nem idézhető módon kérdezte, hogy ezt honnan tudom. De akkor már tegezett. És attól kezdve én a színházban, nekem nem volt olyan problémám, hogy egy világosítóval vagy egy díszletmunkással megbeszéljem, hogy mit kell csinálni, mert tudták, hogy én is tudom, hogy mit kell csinálni. Nyilván ez a technikai oldala a dolognak, de ha az ember ennyi oldalról tudja megfigyelni azt a légkört, vagy azt a helyszínt, ahol később dolgozik, akkor ennek nyilván vannak másfajta emberi vetületei is. Mit tanult ebből az időszakból ilyen értelemben? Hát nézze, én állandóan bent voltam a színházban, és ha már semmi dolgom nem volt hivatalosan, akkor beültem a nézőtérre próbát nézni. Például emlékszem,
Orfeusz alászál című darabot próbálták, Rutka Éva játszotta a főszerepet, és én néztem a második felvonást, rettenetesen unalmas volt. És egy kicsit elszundítottam, úgy látszik. Hát sokat is dolgoztam, elaludtam. És vége volt a felvonásnak, világítás, megyek ki a vasajtón, és jön velem szembe Rutka Éva. És úgy látszik, aki hát ugye fogalma nem, egy díszítő munkás, és úgy látszik, látszott az arcomon, hogy egy kicsit aludtam, és azt mondta, hogy nagyon unalmas. És akkor ugye fölmerül az emberben, hogy a nagy művésznőnek egy slapajot hogy fog megszólalni, de hála Istennek belépett a lánya, akkor 7 éves lánya a vasajtón a másik oldalon, úgyhogy mondta, művésznő a kislánya. Hát akkor még nem tudtam, hogy majd feleségül veszem 20 év múlva. És akkor megtanultam, hogy a színház ilyen, hogy a nagy színésznő is ideges a próbán, és a díszletmunkást is megkérdezi, hogy em elég érdekes-e. Megtanultam azt, hogy a színészek milyen világban élnek. Megtanultam a színház légkörét. Aztán nem akartam benne élni. Aztán később nagyon élveztem, hogy benne élek, de én általában nem tudok. Szóval egyszer megkérdezték tőlem, hogy miért hagytam ott az egyetemet. 20 év után miért hagytam ott az egyetemet? Hát mondtam, mert 5 perc alatt felmondtam. Szóval hogy 5 perc alatt? Mondom, hogy a gondolat megszületése, hogy felmondok, és a szóbeli közlés, hogy felmondok, az alatt 5 perc telt el. Ez hogy történt? Mondom, úgyhogy egy nagyon zűrös időszak volt, sok dolgom volt, és bementem az egyetemre, letettem a szobámban a kabátomat, és mondom, nagy előadást kell tartanom, másfél óra, mi a téma? Ja, Csokonai drámái. És hát a szobámat bezártam, és mentem a folyosón, ez körülbelül 30 méter. És az alatt fölkészültem. Majd bementem, és másfél órás előadást tartottam. És amikor jöttem kifelé, akkor állt egy fiú ugye az ajtóba, és udvariasan előreengedett, és úgy rám nézett, és nagyon őszintén azt mondta, hogy csodálatos volt az előadás, tanár úr. Én abban a pillanatban tudtam, hogy föl kell mondani. Mert ha én körülbelül 5 perc felkészülés alatt olyan előadást tudok tartani, ami a gyerekek számára csodálatos, azt jelenti, hogy csak rutinból dolgozom. És az ön szemére a halálát jelenti? Az kétségbejtő. Az azt jelenti, hogy nem érdekel már a világ, mert ezt úgyis meg tudom csinálni, 5 perc alatt meg tudom keresni a kenyeremet. Úgyhogy fölmondtam és elmentem a Veszprémi Színházba rendezőnek. Amikor azt meguntam már, mert úgy éreztem, hogy jobban nem fogom tudni csinálni, ahhoz én nem vagyok elég tehetséges, amennyit tudtam, azt megcsináltam, akkor elmentem televízióban műsorokat rendezni. Csináltam 20 dokumentumfilmet, annak is vége volt, és most már kb. 15 éve inkább hát főleg íróként dolgozom, de azért közben csináltam egy múzeumot, a Rutka Éva emlékszobát, az volt 15 év az életemből, és aztán volt 14 év a Márai Szalon, ami 14 éven keresztül vezettem. Szavát ne felejtje, mert ezekről mind fogunk beszélgetni, de említett egy 7 éves kislányt, és mi most ezzel a 7 éves kislányjal fogjuk folytatni, aki természetesen azóta felnőtt lett. Szigeti Gábor 1972-től 2 évtizeden át magyar irodalom történetet és színház történetet tanított az ELTE-n. Itt ismerte meg hallgatójaként későbbi feleségét, Gábor Júliát, akit az egyetemi évekről és élményekről kérdeztünk. Tanított engem a 73-74-es tanévben. Akkor még valóban csak a tanárom volt. Igen, akkor 10 évvel volt nálunk idősebb. Tehát egy fiatal tanár, igen nagy rajongó táborral. Tehát ugye utána én később a felesége lettem, de akkor még meg kellett küzdenem több másik ifjú hölgyel is, akik mind rajongtak érte, mint tanárért. Ugye mai szemmel egy kicsit nehezebb már visszagondolni arra, hogy milyen volt tanárnak, de az biztos, hogy miután azóta is tanít, az ELTE-n, aztán később megalakították a Veszprémi Színháztudományi Tanszéket, aztán később, mind a mai napig tanít a Színművészeti Egyetemen. Tehát ő tanár, szerintem elsősorban tanár. Ha engem megkérdeznének, hogy ő neki mi a foglalkozása, akkor én azt mondom, hogy tanár. Mind a mai napig nagyon sokan tanár úrnak szólítják.
Azt hiszem, hogy a legjobb tulajdonsága, és azért szerették nagyon a diákok, mert amikor előadást tartott nekünk, akkor ugye egy egyetemi előadás az olyan másfél óra, és elkezdett beszélni valamiről. Aztán egyszer csak úgy tűnt, mintha egy másik szál kezdődött volna, majd egy idő után egy újabb szál, és akkor az ember egy kicsit úgy elbizonytalanodott, hogy vajon most miről fog szólni ez az előadás. És ahogy úgy közeledtünk a másfél óra végéhez, akkor egyszer csak úgy elkezdte ezeket a szálakat felszedni, egymáshoz kötni, és a végére tényleg egy gyönyörű, egy nagyívű gondolattá állt össze. És én úgy gondolom, hogy ez nem csak a tanári mi voltára pályájára igaz, hanem mindenre, amit az életben csinál, és hát sokféle dolgot csinál. Elárulhatom, hogy mit mondott, mikor megpillantotta most a feleségét az imént interjú részletben? Igen. Azt mondta, gazember, ez azt jelenti, hogy eltitkolta? Hát megkérdeztem tőle, még beszéltünk, hogy kíváncsi vagyok, hogy kit hívtak meg, és úgy nézett rám az ágyon fekve, és boxmeccset nézve, amikor eljöttem, hogy mint aki teljesen ártatlan, és fogalma sincs, hogy mikor vették föl. Hogy egy picit annál maradunk, amit ő mondott, azért nagy mértékben egybecseng azzal, amit ön mondott a tanáremberségre vonatkozóan, de ami végül elhangzott, hogy minden, amit csinál, egy nagyívű gondolattá áll össze. Ön is így érzi? Hát jó, ha mások így érzik, én persze szeretném, hogy én is így érezzem. Hogy mondjam, a végeredményt én soha nem látom igazán. Tehát azt, hogy az ember tart egy előadást. Ez a szándék. De most, ha ezt nem a feleségem mondja, akkor jobb lenne, mert hát a feleségem mondja, ő nyilván, ha 47 éve mellettem van, akkor, és amit láttak, abból is kiderült, hogy hát elég kiegyensúlyozottan és boldogan élünk, nyilván elfogul. De valóban a törekvés az, hogy az ember, ugye másfél óráig le kell kötni a hallgatókat. 10 percig is nehéz, másfél óráig végképp. Ha csak egy éven halad az ember, és csak mondja a történetet, akkor elfáradnak. Ha mindig bekapcsolom őket egy újabb, akkor muszáj, most ez miről szól? Ez miről szól? Csak ugye a végén össze kell kapcsolni mindent. Hát azt mesélték, én ezt se vettem észre, de mondták, hogy már az egész évfolyam szórakozott rajtam, hogy mindig megérkeztem a hónom alatt 4-5 könyvvel, meg letettem az asztalra, meg kezembe voltak papírok, majd másfél óráig beszéltem, anélkül, hogy bármihez hozzányúltam volna. Tehát ezért mondtam azt, hogy amikor 20 év után bemegyek 5 perc felkészüléssel, és az ember megtart egy jó előadást, akkor ki kell próbálni. Egyébként is kíváncsi természet vagyok, tehát mindig izgatott. Azért csináltam múzeumot, azért mentem el tévérendezőnek, azért mentem el Márai Szalont vezetni, tehát gyakorlatilag egy klubot, amiben éppen most összeszámoltuk, mert megszűnt a választások után egy alkalmatlan polgármester, meg úgy döntött, hogy nem kell mindenki bánatára, hogy 350 vagy 360 olyan név volt a szalomban, akiknek minden név ismert. Tehát olyan baráti és ismeretségi kört sikerült, hogy már Sándor Györgytől Ákosig, és nem tudom én, főpaptól, tanáremberig, és egyetemi tanártól, Pékig, és Mézes Kalácsosig, akik mind valami nagyon izgalmat jelentettek az ember. És nekem egy állandó felkészülést. Akkor mondhatni, hogy az elemi kíváncsiság akkor az egy különös ismertető jegye, de egy picit még maradjunk a feleségénél, illetve a családjánál, hiszen rajta keresztül is, mert hiszen Rutka Jévát már korábban is ismerte például, ugye hát, a Vígszínházban. Ő ismert engem, illetve nem, én ismertem őt, ő látott engem. Értem. Nagyon fontos különbségtétel, de hogy hogyan élte meg azt, hogy nem csak Évához, hanem Latinovics Zoltánhoz is, és hát Gábor Miklóshoz is közel került ilyen módon is. Mert hogy úgy emlegette például Évet, vagy azt mondta róla, hogy soha nem az anyósaként gondolt rá, hanem mondhatni anyjaként, vagy édesanyjaként. Az a harmadik, nem mindig úgy fogalmaztam, hogy a testvérem, a legjobb barátom, és az édesanyám nekem nagyon fiatalon meghalt édesanyám.
miután színházban is töltöttem hosszú időt, és aztán színikritikus voltam, rengeteg színészt ismertem, tehát azért az nem úgy hatott rám, mint aki civil életből egyszer csak meglát közelről egy színészt. Azon kívül minden családban megvan a belső furcsa hierarchia viszonylatok, már most az összekerülő családok. Tehát Latinovics Zoltánnal nekem minimális volt a személyes kapcsolatom, hiszen 74-ben ismertem meg Julit, illetve hát kerültünk együtt, össze, és Latinovics Zoltán 76-ban meghalt, és pont abban a periódusban Éva és Zoltán között volt némi feszültség, sőt távoltartás. Évával, Éva egy év után fogadott el engem, Gábor Miklós 15 év múlva fogadott el engem, de természetes, mert Évát én imádtam, Miklóssal nagyon másfajta emberek voltunk, nagyon másképpen láttuk a világot, hogy mondjam, ez egy nagyon egyszerű dolog. A feleségem imádja és imádta az apját, én imádtam a feleségemet, tehát akkor nekem valahogy rendbe kell tenni ezt a kapcsolatot, ahol szinte semmiben nem értettünk egyet, ami irodalom, ami szín, nagyon-nagyon távol voltunk. És aztán ez így lassan összecsiszolódott, egyszer csak mondtam Julinak, hogy apáddal beszéltem telefonon. És most? Mondom, nem, az elmúlt órában, mert egy órán keresztül megbeszéltük a zalaegerszegi ember tragédiáját. Tehát, ahogy én is korosodtam, apósom is öregedett, akkor úgy ahol voltak érintkezési pontok, ott szorosabbra fonódott, ahol meg nem volt, az meg nem volt már lényeges. Említette, hogy szinte semmiben nem értettek egyet Gábor Miklóssal, és hogy vitatkoztak. Milyen önvitában, olyan igazi, erős, kemény vitában? Hát az attól függ, hogy kivel vitatkozik az ember. Tehát a feleségemmel például ilyenkor átváltok tegezésre, mert egyébként nagyon gyakran magázom, és megvitatjuk, hogy most akkor mi legyen ebédre, és ezek nagyon fontos kérdések. Egyébként soha nem vitatkozunk, illetve egyetlen munkában igen. Ugye mi nagyon együtt dolgozunk. Én ugye könyvet is kézzel írok, tehát én azt szoktam mondani, hogy a titkárságom intézi a számítógépes dolgaimat, mert én nem foglalkozom a számítógéppel. A telefonomat SMS-t se írok, mert az rontja a helyesírás, tehát telefonálok. Ha dolgozunk, a feleségem kiváló szerkesztő, tehát ő kapja meg először a már általam nyomdakésznek ítélt kéziratot. Csak egy kicsit félek, mert pokolian pontos észrevételeket tesz. De azért nagyon jó szerkesztő, mert nem egy elvetélt író, aki át akarja írni az én írásomat. Ő egy szerkesztő, egy gondolkodó ember, aki rengeteget olvas, tehát egy kiváló minőségérzékkel kiszúrja az én hibáimat, csak azt rossz elviselni. És akkor azt van úgy, hogy kicsit ideges vagyok. Vitában szenvedélyes vagyok, és ha felbőszítenek, akkor rendkívül gorombán tudom az álláspontomat képviselni. Amikor rövid ideig politizáltam, és mindenáron politikust akartak csinálni belőlem, és magyaráztam Horváth Balázsnak, hogy én teljesen alkalmatlan vagyok arra, hogy miniszter legyek, mert én először is nem tudok ülni egy hivatalban. Hát én egy fél óráig nem tudok ülni, legfeljebb, ha dolgozom, már hogy a saját íróasztalonnál. Kettő. A politikához, ahhoz, hogy valaki hasznos politikus legyen, ahhoz igenis bizonyos kompromisszumkészségnek kell lenni. Ez nincs különben ezek szerint. Abszolút nincs. Tehát ha valamiben hiszek, akkor azt abból én egy tapottat nem engedek. Ne felejtse megint csak a szavát. Ha már a könyveknél tartottunk, illetve annál, hogy hogyan dolgoznak közösen a könyvein, akkor most picit errefelé mozdulunk el. Vendégünk több legendás színművész hagyatéka mellett Mezei Mária szellemi örökségét is kezeli, akinek a Pikáns Zsoltár című előadással és könyvvel állított emléket. Most a darab főszereplőjével, a Jászai Mari díjas Pápai Erikával folytatjuk. Én sok mindent mondtam itt most. Egyet talán nem. Az élet. Még ez a szörnyű, bezárt, siralomházi lét is mindennél többet ér. A mi kapcsolatunk az Gáborral kezdődött, és aztán került ebbe a képbe Mezei Mária, hiszen Gábor kapta meg a Mezei Mária hagyatékot, és ő dolgozta föl, illetve még mostanáig is feldolgozza, mert egy olyan óriási életműről és egy szerteágazó, rendszertelen életműről van szó, és ebből rendezett egy kiállítást, és aztán
Ez annyira jó élmény volt mind a kettőnknek, hogy akkor kezdtünk el együtt gondolkodni, és egy jó éves munka eredménye volt, hogy megszületett a Pikán Zsoltár című színdarab. Ha éjjel nem jön álom, s a vágyam elmereng. Gábor egy nagyon szellemes, virtuóz előadó, kitűnő egyetemi tanár, nagyszerű író és színházi esztéta is. De hogy milyen színész, azt csak én tudom, mert valóban ennek a darabnak ő volt a rendezője, ő írta, közösen állítottuk össze, de a színpadi munkát azt már valahol mindig nagyon büszkén szokta mondani, hogy azt már mellettem tanulta, az én tanítványom ebben az értelemben, Gábor, és ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog volt, hogy színészként hogyan kell ebbe belesimulni. Hát az volt a megoldás, hogy ne legyen színész, hanem legyen önmaga. Alátámasztja azt, amit én gondoltam. Gábor energiája, elképesztő, süvítő energiája, az a mai napig is létezik, hihetetlenül szeles. Nagyon vigyázni kell, mert annyira sok mindent csinál egyszerre, akkor nagyon, nagyon, nagyon gyors, és akkor figyelni kell, hogy ne verje le ezt, meg azt, meg amazt. Elképesztően jó házigazda, fantasztikusan tud mesélni, nagyon, és én azt az oldalát ismerem, a nagyon, nagyon jó humorú, nagyon könnyed, nagy életkedvel, élvezve az életet, és élvezi is az életet minden ízében, akár csak a borokról beszélünk, vagy a jó ételekről. Szóval kívülről talán szigorúnak tűnik, de ez nem szigor, hanem inkább a tudásnak a koncentrációja, és különben pedig olyan, mint egy kisfiú, és megmaradt egy nagyon-nagyon fiatal léleknek, és én, hát talán ez a mi kapcsolatunknak az alaphangja mindig a pajkosság. Ahogy Pápai Erika beszélt önről, megjelentek előttem ezek szinte képszerűen, ezek a tulajdonságok vagy vonások. De milyen érdekes, hogy végül aztán színészként is kipróbálta magát, tehát tényleg bezárult a kör, mert minden oldalról megtapasztalta valóban. Még most is, most a pandémia miatt abban maradt, fogadott fiunk, Szűcs Artúr, aki rendezi a Miskolci Színházban, szombat este nálunk vacsorázott, nagyokat dumáltunk, és mondta, hogy akkor jövő szombaton premier a Arany 19, vagy hogy Csehov, rendez két Csehov egyfelvonásot, jöjjünk a premierre, persze, jövünk, Artúr. Erre hétfőn, 10:30-kor szól a telefon, Artúr, szervusz, most én mondom, mit akarsz? Tudni, neki próbálni kell, ugye 10-kor főpróba 7. Aztán az a probléma, hogy az Eszenyi nem adta ki azt a színészt, akit én kértem, hát elvállal, mondom, miről van szó? Hát, hogy szombaton be kéne ugrani két Csehov szerepbe. Ez az Arany 10-be. Arany 10-be, bocsánat, Arany 10-be. Hát mondom, jó, csak nekem holnap Márai szalonom van, csütörtökön a Parlamentben könyvbemutatón van, pénteken este dolgozom, a fennmaradó időben próbálunk. És aztán magoltam egész nap, megtanultam a két szerepet, az előadás megnyerte Nyíregyházán a legjobb előadás rendezés díját, és Bata Éva megkapta a legjobb színésznő díját, és én meg ottan alakítok két öreg embert, egy öreg parasztot és egy öreg lakát. Saját mércéje szerint Szigeti Gábor milyen színész? Fogalmam sincs, hát én nem vagyok színész, én csak egy intelligens színházi ember vagyok, aki ezt meg tudom oldani, de többen azt mondják, hogy nagy lendülettel, és ez is egy játék, ez is egy játék. A játékot nagyon komolyan kell venni, mert az egész élet egy nagy játék, tehát akkor boldog benne az ember, ha élvezi. Én rettenetesen sajnálom azokat az embereket, akik azt mondják vasárnap este, hogy jaj, holnap már megint dolgozni kell menni. Azoknak boldogtalan az élete. Én úgy élek, hogy hát mondjuk az igaz, hogy nekem ilyen napi munkám, tehát ilyen napi 8 órában én utoljára a irodalmi színpadon dolgoztam 1961-ben. Attól kezdve nekem teljesen szabad
tanítottam az egyetemen, kiállításokat rendeztem, tévét rendeztem, színházat, de ezek mind kötetlenek, és mind, de én azt szoktam mondani, hogy én egész soha életemben nem dolgoztam. Soha. Én csak tanítottam, írtam, rendeztem, kiállítást rendeztem, vagy cipőt pucoltam, mosogattam, amit ugyanolyan jókedven tudok csinálni otthon. Tűnik, ha jókedven csinálom, akkor minden kellemesebb. Amikor eljutott oda, hogy végül rendezett évtizedekkel később, mint ahogy az ugye kamaszkori vágya volt, hogy majd rendező legyen, ugye Major Tamás akadályozta meg tulajdonképpen ebben, amikor... Akinek utólag ezért nagyon hálás vagyok. Mert? Nem, mert a felvételében az utolsó csoport voltunk, 12-en voltunk, és hetet vettek föl, és Major azt a feladatot adta nekem, hogy a Petőfinek a Csokonai című versét elemezzem, mint drámai szituációt. És én ezen töprengtem, és mindenféléket mondtam, de a Majort egy dolog érdekelt, hogy hová lett a dugó. Ugye, mert hogy a versben az van, hogy kiúszta, és hát nem találták a hordóból a csapot. És én erre mindenféléket mondtam, Majornak egyik se tetszett, mert a végén közölte azért, mert elhajította a pap. És aztán engem nem vettek föl, de este bementem a Víg Színházba, és jött szembe velem Kazimír Károly, aki részt vett a felvételi bizottságban, és mondta, hogy hát nézze Gábor, magának volt igaza, de tudja a Major elvtárs. És akkor én elbőgtem magam, hogy tehát nekem volt igazam, de a Major elvtársnak, a Kazimír elvtárs sem mer ellent mondani. Tehát, hogy ezen múlik egy ember sorsa. És akkor elhatároztam, hogy ezt lezárjuk, stb. És sok-sok év telt el, aztán később a Majorral kifejezetten, az a minimális, de nagyon jó, sőt, 1973-ban volt egy színházművészeti közgyűlés, ahol az egész közgyűlés az én kritikámat támadta, szenvedélyesen mindenki engem szidott, és aztán én fölálltam és próbáltam megvédeni magamat nagyon ügyetlenül. Tehát amikor az ember ott áll egy plénum előtt, és mindenki azt mondta reggel óta, hogy én szocializmus ellenes vagyok, ami igaz, de akkor is rosszabban a szituációban, meg nem értek a színházhoz, meg gonosz vagyok, stb. Tehát, és remegett a hangom, és éreztem, az ember ilyenkor érzi, hogy nem uralja a saját helyzetét, a saját mondani valóját. És a Fészekben volt, a Fészek klubban volt ez a közgyűlés, és ott hátul állt a Major. És azt láttam, hogy egyszer csak néz engem, és szintén nem idézhető módon jelezte, hogy kisapám, tartsd magad. És olyan erőt adott, hogy utána lesöpörtem mindenkit, és azt mondtam, hogy nekem van igazam, amen, pász. De a Majornak azért volt igaza 1962-ben, mert rájött arra, megérezte zseniális, én, a jelleme az másik kérdés, a politikai magatartás egy zseniális színházi ember volt. Pontosan megérezte, hogy belőlem hiányzik az uralkodni akarás. Nem, én nem szeretek, nem, én rövid ideig voltam vezető véletlenül, ott felmondtam, és azóta kihívtak színházigazgatónak, nem akartam menni, miniszternek nem. Tessék engem békén hagyni, ülni az íróasztal mellett, vagy a képeimmel, a vackaimmal, és tessék megengedni, hogy az ember értelmiségi legyen. Én az vagyok. Na de aztán végül mégis csak rendezett, és most ezzel fogjuk folytatni. Kalanda régi királlyal, ezzel a címmel készült el 2008-ban Kovács Ákos és Szigeti Gábor Krúdi műsora, majd kettejük együttműködése 2017-ben egy Arany János esttel folytatódott. Kíváncsiak voltunk, hogy a Kossuth Díjas előadó művész Ákos hogyan látja színházi mentorát íme. Részemről félve mondom ki a barátság szót, szerintem az, de én mindig is nagyon tiszteltem a kort, mindig is a sokkal idősebb emberek között éreztem jól magamat. Az, hogy Gábor idősebb nálam néhány évvel, évtizeddel, ez annyiban érdekes volt, hogy az ő tanácsára jobban hallgattam, mint másokére, vagy az ő a benne sűrűsödő tapasztalatot, tudást, azt tisztelettel közelítettem meg. Ő nem kerüli a konfliktusokat, tehát ő nyíltan megmondja, hogy ha valamivel problémája van. Egyszer majdnem az Arany János műsor környékén kenyértörésre is került a sor közöttünk, annyira más volt az, amiről én azt hittem, hogy szeretném. De igazából azt szerettem volna, ami történt, csak nem tudtam, hogy milyen eszközökkel kell. Volt olyan is, hogy furcsa helyzet számomra, hogy
akkor éppen 50 felé jártam, és megjelentem a lakásán a megtanult Arany János versekkel, és ez egy vizsga volt. Tehát ismertük akkor egymást legalább 10 esztendeje, együtt is dolgoztunk, felolvasó színházat csináltunk együtt a Krudi novellákból, de ez nem befolyásolta semmilyen módon, sem őt, sem a helyzetet, hogy én akkor az olyan egy színészvizsga, egy egyszemélyes zsűri előtt, akit ráadásul jól ismerek, akivel rengeteg időt töltöttem együtt, akit sokat tanultam, és akkor azt mondjad. És elmondtam egy verset, és azt mondta, ez úgy rossz, ahogy van. Tehát ő nem, nem finomított. És akkor elmondta, hogy miért rossz. Sokszor volt olyan is, hogy adott egy instrukciót az egyik napon, a másik nap úgy mondtam, és azt mondta, honnan veszed ezt, ezt pontosan ellenkezőek kell mondani. Tehát ilyen is előfordul, de azt hiszem, hogy a mi műfajunk, mi azért nem statikusok, vagy mérnökök lettünk, vagy hídépítők, mert a mi épületeink, építményeink azok naponta változnak, nincs két egyforma előadás sem. Ám hadd legyen! Szóval ez egy nagyon furcsa műfaj, ez a csepürágás, amit talán nem haragszik meg sem ő, sem a nézők, ha azt mondom, hogy mindketten, vagy mindahányan művelünk. Ebben egy olyan szilárd pontot találni, amilyen az ő tudása és ízlése, az egy ritka nagy ajándék. Szóval rendezés végül évtizedekkel később az uralkodás vágya nélkül. Nyilván érdekes, amikor az embernek teljesül ez a gyerekkori vagy fiatalkori álma. Hát ez a hattyúdalom, de ez azért egy, két ember munkája persze, volt. Persze, és én most kihagytam komoly színházi rendezéseket Veszprémből meg Győrből, egy kicsit csak az időben ugorván, de hát nyilván erre is vonatkozik a kérdés, hogy ezt milyen volt a gyerekkor után, azért nyilván már más megélni, amikor kimaradt az, amikor... Igen, az ember most az lenne az igazi válasz, hogy végre teljesült a gyerekkori álmom, mert nem. Nem, annyi minden teljesült életemben, és engem mindig az izgat, amit éppen csinálok. Akkor most például annyira szeretném megírni jól ezt az Egy korty magyar bor című könyvemet, és most a borok izgatnak ilyen szempontból, és ott állnak a munkaborok a pincémben, hogy így, meg úgy, és ki kell találni, hogy ez a fejezet majd így... Kíváncsi vagyok, és egyébként meggyőződésem, hogy ameddig az ember kíváncsi, és ameddig dolgozni akar, és ameddig az a mániája, hogy jót akar adni valakiknek, tehát jó könyvet írni, jó színházat csinálni, a feleségének jól kipucolni a cipőjét, ezek mind ugyanazok a kategóriák. Oda kell figyelni másokra, és akkor az ember boldog. Tehát a lényeg az, hogy jól csináljuk, és élvezettel azt, amit csinálunk, és szinte majdnem mindegy, hogy miben valósul az meg. Az eredmény szempontjából persze van különbség, hogy egy jól kipucolt cipő nem hasonlít egy jól megírt könyvhöz, de az örömet okozás fokozatában, vagy mértékében tulajdonképpen mindegy. De nem, azt nem arról, én nem azt mondtam, hogy jól kell csinálni, mert azt én őszintén hittel, meggyőződéssel, akkor lesz jó. Ez nagyon nagy különbség egyébként, amit most mondott, hogy attól lesz jó, hogyha őszintén és hittel csinálja az ember. Még gyorsan arra válaszoljon, mert nem hiszem, hogy csak a borokkal foglalkozik, hogy még mi lenne az, amit feltétlenül szeretne megcsinálni a közeljövőben. Egy másik könyvem is kész félig, ami elindítottam az Országút című labban, az 50-es, 60-as évek filmjeiről írok, nem filmtörténetet, hanem kor és filmeszét, várom, hogy megjelenjen a könyvhétre így kimondva Hírlaplom című könyvem, és ha... Ezek újságcikkekből... Ezek igen, tulajdonképpen egy önéletrajz 1919-től 89-ig, csak az újságcikkek és a politika tükrében. És ha mindezt a két könyvet meg tudom még írni, akkor szeretném, kaptam felhatalmazást a feleségemtől, hogy kedvemre próbáljak írni Rutka Éváról egy olyan könyvet, amit csak én tudok megírni. Ha lesz még erőm, akkor azt még nagyon szeretném. Én, ahogy elnézem, biztos vagyok benne, hogy lesz ereje hozzá, és nagyon kíváncsian várjuk szerintem mindazt a sok mindent, amit most elmondott, amivel foglalkozik, és amiről ír. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm, hogy itt lehettem. Önök az Ez itt a kérdés portrét látták. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Jövő vasárnap este 7-től újra várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!